Mint egy évtizeddel ezelőtt a hátrányos helyzetben lévő Ormánságban indult el a Bőkösz Fesztivál. Akkor még nagyon kezdeti lépéseit tette meg az összművészeti esemény. A rendezvény céljai kiválóan illeszkednek az agrártárca azon törekvéseihez, amelyek a helyi értékek megőrzésére és gyarapítására irányulnak, mondta Nagy István agrárminiszter, a rendezvény fővédnöke Szaporcán a megnyitón. Azért is jó önökkel együtt lenni, mert a Bőkösz Fesztivál céljai illeszkednek az Agrárminisztérium törekvéseihez, feladataihoz, ráadásul több területen is. Jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen jönnek el erre a fesztiválra, hogy együtt ápoljuk és éltessük közös örökségünk fennmaradását. Ez a gyarapodás egyszerre segít szélesíteni és elmélyíteni ismereteinket azokról a megkülönböztetésre, kiemelésre méltó helyi értékekről, amelyek egyediek, különlegesek, és csak is az Ormánságra, sőt kifejezetten a Bőközre jellemzőek. A hagyományőrzés segíti, hogy újabb és újabb értékek kerülnek felszínre. Ezzel pedig az összmagyarság történetének egy-egy újabb mozaikja kerül a helyére. A helyikre kerülő mozaikok összekötő kapocsként is működnek, hiszen általuk kapcsolódnak még jobban egymáshoz a különböző tájegységeink, és ami a legfontosabb, az ott élő emberek és a népcsoportok is. Mit tudunk adni innen? Mit tudunk felmutatni az ide látogatóknak? Mindazt, amit Kákicsi Kis Géza, hajdani akadémikus, itteni szomszéd közeli település Kákics református lelkipásztora 1937-ben az Ormánság című nagy monográfiájában leírt. Leírta abban az egyedülálló kötetben, hogy egy olyan Árpád-kori térségben vagyunk, amely egy önálló nyelvet őriz, egy önálló tájnyelvet, egy fantasztikus népdalkincset. A tájszótára és népdalkincsestára önmagában megérdemli az akadémiai figyelmet, de emellett pedig olyan nép lakja, amely noha az évszázadok során fent is volt és lent is volt, mégis megérdemli azt, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy azt a sok értéket, amit évszázadokon át hordozott, ma is képes legyen átadni az összmagyarságnak. Nagyon örülök a Mária Gyüdi kegyhely bekapcsolásának, mint helyszínnek, hiszen a komoly zene vonatkozásában kétségtelen, hogy egy nagyon méltó és rendkívüli üzenettel bíró a Génius Locit etáriban mélyen átélhetővé és még szélesebb spektrumon új üzenettel gazdagító elem lesz ez, úgyhogy nagyon remélem és köszönöm is plébános úr szíves csatlakozását ehhez a programhoz. Ennek a fesztiválnak vannak csöndjei is, ez nem a zajról szól csak, bár a hétüles tó mellett nyilván lesznek decibelek néha-néha, de rá lehet csodálkozni a tájra, a Dunadráva Nemzeti Park, ezúton is köszönjük igazgató úr sok éves partnerségét. A Dunadráva Nemzeti Park segítségével rengeteg a környezetben, a természettudományban fellelhető értéket lehet itt testközelből megszemlélni. Szinte itt lenne a helye minden iskolásnak, és meg kéne nézni a látogatóközpontot és a különböző vezetett túrákat. A zenés táncos megnyitó után közös imádságra invitálták az egybegyűlteket a szaporcai református templomba. Áldjon én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjon én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tételményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Négy település, Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi hívta életre az Ormánsági Bőkösz Fesztivált. Sokan remélték és bíztak abban, szép hagyomány kerekedik ki belőle, ami így is lett. Ma már 10 naposra tervezhették az ingyenes gazdag program kínálattal bíró fesztivált. Hoppál Péter kormánybiztos elmondta, annak idején két irányból indult a folyamat.
Egyfelől a gondoskodás gesztusa a legmagasabb szintről, mert hogy 2013-ban Orbán Viktor vezetésével Magyarország kormánya kijelzett kormányülést tartott itt a Bőkösz Fesztivál egyik településén, Kémesen, és akkor olyan döntés sorozat született, amelynek keretében az ormánság felemelkedésére számos kormányzati gesztus és döntés jött létre. Megindult az Ősdáva látogatóközpont építése, turisztikai szálláshelyek létesítése, kerékpár utak szövik be most már ezt a Drávamenti térséget, és bizony-bizony a falusi élet feltételeinek javítása és bővítése a falusi csokkal, illetve a Magyar Falu Program pályázataival egészültek ki. Így ma már rá sem ismerünk erre az ormánsági bőközi tájra. 10 évvel ezelőtt ez valóban a pusztulás évtizedeit magán hordozó, nagyon leszakadó térség volt. Mára azonban részben a teljes körű foglalkoztatássá alakult közmunkaprogramnak köszönhetően, részben az infrastruktúrális programoknak, részben a bőséges pályázatok köszönhetően a falusi lét felértékelődött. És az emberek becsülik azt, hogy ennek a csodálatos tájegységnek a lakói, és a folyamat másik részeként, válaszként reagálnak arra, hogy ők meg akarják mutatni azt az örökséget, amit a dédszüleik és az itt élő generációk felhalmoztak. Ez a fesztivál nem a tudatmódosítások, hanem a tudatszint emelésének a fesztiválja, mondta Pataki András fesztiváligazgató. Ilyen szempontból ez egy teljesen más filozófia, egy minden más fesztiváltól eltérő megközelítés. Ez a térség meg tudja mutatni saját magát, ebben a térségben hidak jönnek létre, és ennek a térségnek is megvannak az értékei. Olyan épített örökség van, olyan népművészeti kincs van, és olyan történelmi, kulturális háttér van itt ebben a térségben, amelybe érdemes kapaszkodni, és lehet is. Ez az, ami az ember identitását meghatározni képes. Regionális szinten is vannak ilyen értékeink Magyarországon, nagyon sok esetben. Ezeket az értékeket, hogyha átélhetővé tudjuk tenni, és át is éljük, akkor másképpen fogjuk élni az életünket. A felnőtt szocializáció, mert ilyen is van, hiszen nem csak a gyermekeket kell nevelni, a felnőtt szocializációnak is van formáló ereje. Több mint 200 programmal várják a közönséget az idei Bőkösz Fesztiválon. A már tradicionálisnak számító, ingyenesen látogatható dél-baranyai összművészeti eseményt augusztus 15-e és 25-e között rendezik meg.